Tiszteltel köszöntöm a Franco TV nézőit, Christian Taylor, kétszeres olimpia és négyszeres világbajnok mellettem, akkor azt kérdezem, hogy milyen érzés volt kikapni. So, first of all, Chris, it's a great moment for me to be here, but I beg your pardon, it's a cheeky question. How about the feeling to lose to Tommy? Yeah. How about you? I'm a big fan of Thomas. He's a really good friend of mine, so I'm very happy to see him, especially in this season, continue to grow and jump further. I'm really, really happy for him, and yeah, for me to compete here, it's always very nice. Igen, ugye azt kérdeztem, hogy milyen érzés kikapni Tomitól, és azt mondta, hogy nagyon drukkolt Rominak, nagyon jó barátok, úgyhogy fantasztikusan érezte magát, és hát jobb volt ma, és ezért gratulál neki, és nagyon örül, hogy itt lehet. What about the problem of the shoe with the first round? What was really there the problem? Mi volt a gond a cipővel az első sorozatban? Yes, believe it or not, right before my first attempt, my laces broke, and so, of course, this threw me off a little bit, but was a lot of fun, and yeah, this is the beauty of the field event. You can shake it off and get ready for the next round. Igen, az volt a gond, hogy egy kitörött egész esetben az egyik szög, és hát elég lazán vette, és hát mindenki lazán vette. What about the situation after to fly home and about this coronavirus? So what your next step to prepare for the next event? What about your next planning? Yeah, of course the COVID situation in the US is very difficult right now. My fiance is Austrian, so plan to use this as much as possible, stay with her, stay safe, and of course praying for my family that is over in the US, but if I can stay in Europe and stay in hopefully a safer environment, Austria is doing a really good job, and just continue to train and prepare for the hopefully Tokyo 2021 Olympic Games. Igen, tehát hogy koronavírus helyzet miatt ugye nehéz most egyáltalán versenyezni, és hát az a helyzet, hogy itt marad Európában, és hát megpróbál, és itt tényleg gratulál Veselka Tominak is, és köszönjük szépen Christian Taylornak. Thank you, Chris, and so good luck. Thank you.